testamentum sum, confirmavit super caput eius. Yeah.
Bárcsak eltűnjetek részemből egy kis oktalanságot, sőt, viseljetek el engem is. Én ugyanis Isten szeretetének féltékenységével féltelek titeket, mert eljegyeztem benneteket egy férfival, hogy mint tiszta szüzeket vezessenek el Krisztushoz bennetek. Ez az Isten igéje. Évek óta mindig ott vannak a miséken, nem kellene több hírre szólni, előtt
Hát ezért is olyan fontos nekünk a Szentlélek a vérmálásban, hiszen az Úr Jézus, amikor megígéri a Szentléleket, az apostolok vigasztalására ígérinek, ezért vigasztaló léleknek is nevezünk. Azt mondja, amikor visszatér az Atyához, az apostolok összeomolva utána megnyomlál a hatalmas parancsot, hogy menjetek az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Hát teljesen kiakadtak rajta. Ők az egyszerű tanulatlan emberek, mindenütt a világon, egy nem szűk, egy palesztinában a kicsi részese, ami addig az életterük volt. Most az egész világon hirdessék az evangéliumot. És akkor mondja az Úr Jézus, hogy ne féljenek. Elküldöm Atyám megígért ajándékát a Szentléleket, aki eszetekbe juttatja mindazt, amit tanítottam nektek, és elvezet titeket a teljes igazságra. Hogy mekkora vigasztalás volt az apostolok számára, ugyanakkor, amit most a ti számotokra, kedves vérmálkozók, hogy ebben a rettenetesen zavaros világban el ne tévedjetek. A Szentlélek elvezet titeket a teljes igazságra, és mindig eszetekbe juttatja azt, amit a vérmálásra készülve megtanultak Istenről, megtanultatok az Anyaszentegyházról, ahol a helyetek van. Mert ti most teljes jogú tagjai lesztek mostantól az egyháznak, hiszen a beavatás szentségei közül, hogy az első volt a keresztség, aztán az eukarisztia, most pedig a vérmálás szentségében immár teljes jogú keresztények vagytok. Most az egyben feladatot is jelent, nem is akármilyet. Tanúskodni Krisztus mellett. Még egy óriási feladat, olyan igazi apostoli feladat. Soha ne felejtjétek el, hogy ezt a küldetést megkaptátok, és ezzel el kell majd az Istennek számolnotok. Ezért figyeljetek oda nagyon mindig arra, hogy hogyan éltek. Ne birkamódjára tömegek után menjetek, hanem egyedül irányodok a Szentlélek által kijelölt úgy legyen. Látom, sokan még igen fiatalok vagy. Sokan még pályaválasztás előtt, még az is, hogy mit akar veletek az Isten, mi a terve veletek, mit legyetek, még azt is a Szentlélektől kérjétek, és meg fogja nektek mutatni azt az utat, amely a ti utatok. Vízjői hiszemben, és ő ma ünnepeljük a templom búcsú napján, olyan csodálatos, amit keresi, ő is az útját, és megtalálta azt a kis utat, ami tulajdonképpen a Szentlé válásának az útja volt. És mindenkinek az a kis útja, amit neki kijelöl az Úristen, éppen a Szentlé válásának az útja is lesz. Mert Szent mind, aki eljut az üdvösségre, és mi a tükorcsóra, oda pályázunk mindjárt. Az üdvösségre hívtak még, oda igyekszünk és akarjuk szentekké válni ebben a világban. Teljesen úgy találta meg, hogy az a kis út, ami a mindennapi becsületes helytállás a napi tennivalóban. Félelmetes, milyen egyszerűnek látszik. Milyen lehet egyébként semmi rendkívül is benne, és nem is kérdőről soha az Isten, semmi rendkívül. Csak azt, amire meghívott, és amire nem is adott a szükséges kegyelmet. Ha tehát ti a mindennapi életben, most lehetünk még a diák életben, a tanulásban, később a pályában, ami leszünk, vagy amivé vártok, vagy a családotól van, amit alapítok, ha minden napi becsületes helytállással keresztény módon éltek, akkor az a kis út számotokra ugyanaz a terész üdvösség útja, ami valóban szentítette. Itt van ez a gyönyörű templom, a büszke vagyok rá, és nagyon sokáig voltam keresztúri pap, és két keresztúri plébános elvégő vezetésével két után a gyönyörű templom. Igaz, bár a fölszentelés első plébánosnak a nagy csapatja plébánossága alatt történt, de a béki atya, a Ritter atya vezetésével, kiváló előveli vezetésével épült föl maga a templom. Szerességek vagyok. Legyen a lelki otthonotok. A templom az a hely, ahol összeér az ég a földön, ahol az Isten és az ember találkozik, és az a találkozás újra meg újra az egész emberi életünket igazítja és formálja. Kellene maradjon mindenkel vasárnap a szentmisétek. Nem kibérválunk benneteket az egyházból most, hanem belebérválunk ebbe a
példaként állnak előttetek keresztény magatartásukkal. És arra kérek benneteket, hogy most pedig kiálljatok föl, csak a kérvánkozók, és kihítsátok meg a keresztény fogadalmatokat, legyél meg szerezős, mint a katolikus vallásos mostantól fogva kifejezetek és kielentek kötelességeket. Megkérdezem tehát, ellenőrizni a sátának minden cselekedetének és sátításának. Tisztelje Istenben a mindenható Atyának a mennyi és a föld teremtőjének. Tisztelje Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, ki halál szenvedett, eltemetté, föltámadt a halálból és a kísérlőt. Tiszteli a Szent Lélek, a Urunkban és a Szentben, akivel a mai napra nyilvánulásával különleges módra részesülünk, ugyanint mi és a apostolok részesültek. Tiszteli a katolikus anya Szent Egyházban, a Szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben. Hívjuk is ez az egész egyház szinte, melyet mindjárt örökbe adva, Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, hogy ára szent jóságosan szent lelkével fogadott gyermekeink, akik már újjá születtek az örök életre a keresztség vízéből. A Szentlélek erősítse meg őket, bőkezdő ajándékaiáltal, szent olajával pedig alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, az Isten Urából.
Thank you.
Csodálatos közreműködését, és valóban rá